A World of Robots a régió legnagyobb robotkiállítása, ami a héten nyitotta meg a kapuját a nagy közönség számára. Ennél az öt asztalnál a látogatók maguk is kipróbálhatják a robotokat, ilyen kis tabletek segítségével tudják irányítani őket, az egész bonyolult pókrobotoktól, tankrobotoktól keresztül, egészen könnyű kis labdákon át. Itt van ez a pókrobot, aminek a hat lábát 18 szervomotor irányítja, és a fején is van kettő. És egy nagyon bonyolult rendszer, nagyon izgalmas megoldások vannak benne, ahogy inverse kinematikával a lábainak a végét tudjuk úgy mozgatni, hogy a teste pontosan odaérkezzen, ahova mi szeretnénk. A BMR-ről, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetemről jöttünk, a mechatronika szakosztály képviseletében. Mi üzemeltetjük a robotokat, és mi szereltük be a többségét. Ő itt Kiko, a vendégek kedvence, nagyon-nagyon aranyos és szuper fotókat lehet vele készíteni. Ő pedig itt Maxin, aki a kiállításnak a házigazdája, ő fogja körbevezetni a vendégeket a helyszínek között. Egy Unity Go 1-es, amit láthatjátok, ő is itt dolgozik velünk. A fő cél, hogy elkísérjen futni, viszi a vizedet, bevásárlószatyrot, táskát, a gyerekek kedvence, mindenki meg akarja simogatni, ugrik, ugat, mennyire fut, fő kérdések szoktak előfordulni. De nem ugat? Nem ugat, nem ugat, ő barátságos kutya, és nem is harap. Elképzelhető, hogy egy napon egyébként az életünk része lesz, vagy már valamennyire a mai napon is az életünk része az ilyen robotok? Hát a mai napon egyelőre még nem teljes mértékben, de egyre inkább teret hódítanak ezek a robotok, és majd segítik a hétköznapjainkat. Az ő feladat, hogy bemutassa a többi robot kollégáját, tehát ő gyakorlatilag itt lefőjárkál egész nap, és beszél, most le van halkítva itt a videóhoz, de egyébként beszél egész nap. Ott láthatunk egy fertőtlenítő robotot. Alapvetően az ő feladata az lenne, hogy körbe-körbe járkáljon egy nagyobb térbe, és a levegőt fertőtlenítse, párásítsa, tisztítsa. Természetesen ki van kapcsolva mára, mert azért ahhoz kicsi itt a levegő. Közvetlen mellette egy pincérrobotot láthatunk, alapvetően őt valóban használják már éttermekbe. Ott egy kórházi robot látható, de gyakorlatilag bárminek be lehet tanítani, ilyen recepciós kisegítője lehet. Ő alapvetően a honvédségnek egy bombahatástanító robotja. Ott a háttérben pedig ipari robotok láthatók, a Kuka és a Fanuk jóvoltából. Ezek a legkomolyabb robotok, gyakorlatilag ilyenek gyártják az autókat. Az ipari robotok mellett számos filmes robottal is találkozhatunk a kiállításon. Ugye rengeteg robot van a filmekből, amik már ugye már elkészült filmek, ő pedig egy jövőben elkészülő film. Nagyon sokat utazott, hogy itt legyen. Ő a Rising Planet című filmnek az egyik ilyen díszlete lesz, amit nyilván meg fognak animálni, ahogy most már manapság az összes filmbe. 4,5 méter magas. Itt van a C-3PO természetesen, de nem életnagyságban, nem csak egy mellszobrunk van. Van egy Rosenbergünk, a Rosenberg az ugye a Men in Blackből van. Aztán van kis vasemberünk, van Artuditunk természetesen, Artuditunk olyan is van, amivel lehet játszani, és hát van egy life size, tehát egy életnagyságú Terminátorunk, ami egy nagyon-nagyon brutál cucc. Ugye azt kell tudni, hogy ugye egy cég gyárthatja ezeknek a filmes relikviáknak a úgymond a merch termékeit, ha lehet így fogalmazni, és hát ugye ez komoly gyűjtőknél vannak. Ezt is a Dream Cinemától kaptuk egyébként kölcsön. 800 darab készült belőle összesen az egész világon. Azt mondtad, hogy az egyik legérdekesebb darabja a kiállításnak ez a sakrobot. Miért? Igen, ő a Műegyetem Mogi tanszékének a robotja, alapvetően egy tanszéki fejlesztés, tehát elég egyedi. Azt tudja, hogy elsősorban itt két mesterséges intelligencia játszik egymás ellen, és ennek láthatjuk itt a fizikális megvalósulását, de alapvetően, hogyha szeretnénk, akkor föl lehet készíteni arra is, hogy élő ember ellen játszon. Akkor egy webkamerán keresztül, megfelelő fények mellett látja, hogy ki hova lép, és képes arra, hogy játszon akár sok nagy mesterek ellen is. Van esélye az embernek a gép ellen? Tudom, a jelenleg nincs. A World of Robots interaktív kiállítás tehát még 3 hónapon keresztül várja a látogatókat Budapesten.